testvéreim, Istennek az a szent igéje, amely által szól hozzánk, írva található a Máté írása szerint Szent Evangélium 17. részének az első 13 versében. Hogy a megnevezett hely, a Máté írása szerint Szent Evangélium 17. részének első 13 versében Isten igéje miképpen van megírva, felolvasom, hallgassátok figyelemmel és hívő bánatossal. És adnakunkba magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvidé őket magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog valamint a nap, ruhája pedig fehér ő, mint a fényesség. És ímé megjelenik őnékig Mózes és Illés, akik beszélnek vala ellen. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak: Uram, jó népnek itt lenni. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot. Néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szózat lőn a felhőből mondván: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassál. És a tanítványok, amint ezt hallanak, arcra esének, és igen megnézőjének. Jézus pedig hozzájuk mennvén, illeték őket is mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelik, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájövének, megparancsolja nekik Jézus mondván: Senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. És megkérdezik őt az ő tanítványai mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelve mondanék: Illés bizony eljön elő, és minden eljárt. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerjék meg őt, hanem azt mivelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell az őt. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szólunk. Eddig tartva. Jézus megdicsőülésének a történetét hallottuk a Szentírásból Máté evangéliumában. Azt olvassuk a történet kezdetén, hogy Jézus magához veszi három leghívebb első tanítványát. Péter, Jakabot és ennek testvérét, Jánost. És felviszi őket csak úgy egymagukban, egy magas helyre. A Szentírásban mindenütt, az Ószövetségben is, az Újszövetségben is, a hely mindig az Isten jelenlétének, az Isten közelségének, az Istennek való találkozásnak a hely. Isten bennünket, az Úr Jézus bennünket, testvéreket, atyafiakat, ugyanúgy Jakabot és Jánost, magával visz fel helyre. Oda, ahol veled lehet találkozni. Itt és most a hegyen vagyunk egymásnak testvérei, az Úr Jézus közösségében. Egy magas helyre, olyanra, amilyenre annak idején Mózes mehetett föl, olyanra, ahonnan ő maga, az Úr Jézus mondott el, hogy a hegy beszélt, és olyan hegyre, amelyet a mi őseink védelmeztek. Sok hosszú időkön keresztül. A neveik itt vannak. A templomfalon túl, a templomfalon és túl az utca másik oldalán. Hegyre viszte bennünket az Úr Jézus. És nem öncélú ez a felültetés, hiszen azért visz fel bennünket, hogy így együtt a testvéri közösségben meglássuk a dicsőséget. Azt olvassuk, hogy elváltozik előtt az Úr Jézus. Az arca ragyogott, mint a nap. Ismerjük ezt mi a rémeségből is, ahol
szüleink, nagyszüleink, tanítóink, óvónéink, tanítóbácsik mesélték nekünk, hogy a királykisasszonynak a napra lehetett nézni, de a királykisasszony arcára nem. Ugyanúgy ragyog az Úr Jézus arca, mint a nap, a ruhája pedig fehér. Ennek a dicsőségnek a közepette, ami rendkívül dolog történik ott fenten is. Ketten jelennek meg ki az Úr Jézus előtt a tanítványok szeme által. Azt olvassuk, ímé megjelent ő neki Mózes és Illés, a beszéltetvétel. Megjelent Mózes és Illés. Kik voltak ezek? Az ő őseik. Az ő törvényadói, az ő prófétái. Azok az ősök, akikre mindig feltekintettek, akikre mindig örömmel, büszkeséggel emlékeztek. És itt most nem csak a tény, hanem az idő is kitágul az Úr Jézus Krisztus jelenlétére, mert nem csak Mózes nem portása Jézusnak, és nem csak Illés nem portása Jézusnak, hanem Mózes sem portása Illésnek. Különböző korokból, rég letűnt korokból tűnnek elő, jelennek meg, elvennek meg az ősök, az Úr Jézus. Így is lehetne mondani, így fent a hegyen, a gyülekezet közösségében. Ezen a falun találkozunk. Sokkal többen vagyunk jelen, mint ahányan most itt a templomban helyet foglaltuk. És nem egy-két székre volna még szükség, hanem nincs akkora templom, és nincs akkora hegy, hogy a mi összes Mózeseinket és Illéseinket befoglaltuk. És ők is, hitünk szerint, ahogy minden istentiszteletben is imádkozunk, közöttnek társaságában vagyunk jelen. Itt vannak az Úr Jézus jelenlétében, az Úr Jézus kegyelme által kiközött. És ezekre az ősökre lehet nekünk örömmel, büszkeséggel, egymás iránti szeretetben. Akkor, amikor egymással is találkozunk, időben és térben kitárulunk minden az Úr Jézus közelében. Ezért van az, hogy Péter megfeledkezik saját magáról fenn a hegyen, és azt mondja, Péter megszólal és így szól, Uram, jó nékünk itt lenni. Ha akarod, építsünk itt három hajót. Néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Megfeledkezik magáról az ember ott fenn a hegyen. Elfelejti azt, hogy oda lent a völgyben valahol, neki még feladata van. Családja van. Vagy az élet dolgai várják. Annyira jó az Úr Jézus közelében, a testvéri közösségben, az ősök társaságában lenni, hogy elfelejti azt, ami lehet. Bizony szükségünk van erre, időről időre, hogy megfelelkeztessünk önmagunkról egymás közösségében és az Úr Jézus Krisztus társaságában. Azért, hogy ez az önfelett emlékezés mindig arra emlékeztessen bennünket, aki ezeket a találkozásokat lehetővé teszi. És még mindig csak a földi találkozásokról beszélt. Miközben Péter beszél, fényes felhő bevarítja őt. Általában mindig Isten dicsőségét szokta jelenteni. És szózat hangzik a felhőtől. Ezt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassák. Sokféleképpen lehet ezt a mondatot értelmezni, de egyszerűség kedvéért hadd mondjuk most azt, ez a mondat Úr Jézus Krisztus személyazonosság bizonyítvány. Nem volt rajta külön fénykép, nem volt rajta vonalkó, nem lehetett kézbe fogni, de mégis annak a három tanítványnak a számára sokkal nagyobb bizonyosság volt, sokkal nagyobb személyazonossági bizonyítvány volt, mint ami ma jelen áll. Az Atya szólal meg, az örökkévaló szólal meg, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Őt hallgassák.
Azért fontos ez, mert nem csak azért, mert felülről hangzik, hanem azért, mert Mózes és Illés, a Mózesek és Illések, a törvényadók és a főpéták jelenlétében hangzik el. Nagyon-nagyon sok Mózesek és Illések volt nekünk van, és a Jóisten adja, lesz még itt, hol aztán kell. Akinek mindig az lesz a feladata, hogy arra mutasson, akire nekünk elvettünk el. Mózese és Illése minden családfeje, az édesapa és az édesanya, a szülő a gyermeknek, hiszen ő kell megtanítsa arra, hogy a gyermekét a kiállása. Mózese is, Illése is a családjának. A Mózé változatára ne csak mondja, tegye is. Legyen hitől tanulva. Őt hallgassák. Évezredek, évszázadok távolából az bizonságtételez itt a testvéri közösségnek. Tanítványok pedig ott fennek, amit ezt hallják, ennyire közel kerülnek a Teremtő Istenhez, azt olvassuk, hogy arcra este is igen. No, nem udvariasság. Nem azért, minthogyha ezt úgy illet volna, hanem hogyha lett volna ott egy földrajztudós, a maga mostani műszereivel elképzelhetőnek tartom, hogy a Richter skálán leszaladt volna a tűn. Bizonnyal meglepődtek volna, hogy milyen hatalmas erő árad ki atyai teremtő erő az Úr Jézusban. Arcra esnek és igen megnézik. Bizony, ez a rémülethez, ennek a rémületnek egyetlen ellenszere van. És pedig nem más ez, hanem maga Jézus Krisztus, aki ezt olvasott. Hozzájuk meg, illeti őket, megérinti őket, és azt mondja, keljetek fel és neki. Akkor, amikor megrettenünk, megrémülünk, arcra esünk, és a fejünket nem merjük felemelni a földről, maga Jézus oda, megérinteni, és azt mondja, keljetek fel. Emeljétek fel a ti fejeteket, és ne féljetek. És ezt olvasom. Amikor pedig az ő szemét felemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézus. Eltűnt a felhő, eltűnt a szózat, eltűnt Mózes és Illés, és a tanítványok, a szemüket felemelő tanítványok nem láttak mást, csak Jézust egyetlen. Nyugodtan hozzá lehet. És ez elég. Nagyon sokszor úgy tűnik, és úgy is érezzük, és úgy is van, hogy az ősök társaságában, Mózeseink és Illéseink társaságában van. Az a fontos, hogy ezeken a földi találkozásokon soha ne felejtsük el azt, hogy az, aki bennünket az örök életre méltatott, ha csak rátekintünk, ez elég, ha ebben a földi életben csak őt látjuk, ez bőségesen elég ahhoz, a találkozáshoz, ami egyután következik. Hiszen a hegyről le is kell jönni, ahogy a tanítvány is lejöttek. Olvassuk is, amikor a hegyről alá jöttek, Jézus parancsolt meg. Először is alá kellett jönni. Nem lehet mindig a hegyen tartani. Föl kell vállalni a mindennapoknak a nyomorságát, a mindennapok kínját, baját és örökét. Időről időre vissza kell térni a hegyre, hogy az ember ismét, újra és újra feltöltődjön az Úr Jézus Krisztus beszédével, épüljön egymás hite által, erősödjön az ősök tanítása. De alá kell menni a hegyre, pontosan azért, mert a világban feladatunk van. Mindannyiunknak ott, ahová ebben az életben az Úr Jézus bennünket helyezett. Jézus azt parancsolja a tanítványoknak, hogy senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támad az embernek fia a halálból. Igen, ez a történet még a Jézus feltámadása előtt zajlott le. Azt is tudjuk, hogy Máté betartotta ezt a parancsot, hiszen csak a Jézus feltámadása után a 10 évtizedben hívta le ezeket a sorokat. Mi
Mi azonban, akik az Úr Jézus Krisztus feltámadása után élünk, nem csupán hirdethetjük azt, amit láttunk és hallottunk, hanem tudhatjuk azt, hogy az, aki feltámadta a halálból, az mindnyájunkat feltámaszt, és minden elvált. És ott nincs kivétel. Az igazi nagy falu találkozó, az örök életben. Az igazi nagy helye, amely sokkal nagyobb, mint az a hely, amelyet most bármely földrajzi téren el tudnánk képzelni, sokkal nagyobb, mint bármely templom, amely jelenleg a Földön áll, hiszen az összes ősünkre emlékezve, bizony, ha mindannyian előállnának, nagyon sokan lennének köztük olyan, akikre egyikünk sem emlékszik. Akikről egyikünk sem. Azért, mert elsöpörték az emléküket a századok. Azért, mert nem maradtak fel zsók, írások. De az ő bizonságtételük, az ő Mózes és Illésű voltuk ugyanaz, mint a miénk. Amikor ők emelték fel rémületükben, ocsúdva, rémületükből ocsúdva a fejüket, ők sem láttak más, csak Jézust egyedül. Megkérdezték a tanítványok tőle, az Illés szerepéről, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönni. Ugye a Malakiás könyvében van azt, hogy először Illés jön el, még mielőtt az Úrnak a nagy napja eljött. Jézus azt mondja, bizony Illés eljön előbb, és minden helyre állít. De azt mondja, Illésig már eljött, és nem ismerik meg őt, hanem azt művelték be, amit akar. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell a döntőt. Jövendő Jézus az ő szenvedései. És a tanítványok megérjük, hogy keresztelő Jánosról beszélünk. Illés és keresztelő János. A két nagy próféta, úgyis beszélnám, az első igazi nagy próféta, és az utolsó nagy prófétája Mózes. Nagyon sokan hasonlítanak a két embernek, az ősök életének a története egymáshoz. Illésnek is üldöztetés az osztály része, ahogyan keresztelő Jánosnak. Származásukat tekintve is ugyanolyan társadalmi körülmények közül érkezik. Ennek az Illésnek is van gondja egy istentelen királlyal, keresztelő Jánosnak is. Ennek az istentelen királynak, Akhábnak is van egy méhítványa felesége, Jezabel. Ennek is van egy méhítványa felesége. Ez a ruhájuk is ugyanolyan. Ezt holló táplálják, az sáskát és erdei mézet eszik. Ha az ember a kalóriát összehasonlítja, az is ugyanaz lesz. Egyetlen nagy különbség van kettejük között, és az a halálokban mutatkozik meg. Illés, Isten tüzes szekélye maga mellé emeli, keresztelő János pedig lefelé. Illéssel ugyanis az a próféta sár indul el diadalútjára, amely keresztelő János tart. Micsoda a prófétázó? Megszabták a Mózesek a törvényt. Itt van a kerékpárás. Ezen kell haladni. Akár a Csordajában, akár bármilyen. Ott a kerékpárás, abba kell haladni. Időről időre a népnek a szekere lettél el az úton. Profétán, az a dolga időről időre. Felbukkanjon, battanjon fel a magra, ráncson egyet a gyeplőt, hogy álljon helyre a kerék, menjen rendes kerékpárás. Jézus korában azonban már úgy lekanyarodik ennek a népnek a szekere, a rendes kerékpárásról, egy próféta nem elég már ahhoz, hogy visszakanyarítsa. És ezt keresztelő János nagyon jól tudja. Ezért mutogat állatlan állatlan. Tudja azt, hogy egy próféta nem elég, ide világ megváltozik el. Ezért is mondja, hogy utána jött az, aki előtte, aki hatalmasan van. Akinek a sarkúja szíját sem vagyok hordozni, nem vagyok képes hordozni. Illés össze tudta gyűjteni a maga népét a Kármel hegyén, de arra nem lehetett képes, és keresztelő János sem, hogy összegyűjtse az ősöket mindjárt. Azokat, akik korábban voltak, akik most vannak, és akik ezután lesznek. Erre csak az Úr Jézus képes. Ezért mondják az Illések, ezért mondják a keresztelő Jánosok, ezért mondjuk mi is, nekünk őrjel kell valami. Pontosan azért, hogy amikor az a hihetetlenül nagy, az örökké valóságban megtörténik, nagy kasztelek, való találkozó megtörténik.
egymásnak senki nem lesz ismeretlen. Azok sem, akikről soha értünk. Nem tudjuk, hogy egy esztendő múlva hányan találkozunk ugyanitt, ebben a templomban. De azt tudjuk, hogy azon, hogy találkozunk, arról, hogy találkozunk, soha senki nem.